Sziasztok, én Lemex Gaming vagyok, és köszöntelek titeket a mai Age of History 2 videóval. Ugye ez a második világháború sorozatunknak a negyedik része. A mai részben szerintem itt az Ibériát kéne a mi uralmunk alá hajtani, és hogyha sikeresek lesznek a lázadások, akkor az itt függetlenedő országokat le kéne győzni, valamint ezt a kanadai országot is. Mert majd még talán itt is tudunk új országokat szerezni, hiszen itt is nagyon sok a függetlenedés, és ezeket az országokat is majd le tudjuk támadni. És akkor még itt a grönlandi katonáimat ide küldöm Kanadához, és akkor szálljunk is partra szerintem. Na, és ez egy elég gyenge ország, úgyhogy itt lényegében védelem sincsen. És akkor nyomulunk gyorsan a fővárosuk ellen. Csak akkor még ezeket a területeket gyorsan megszerezzük. És akkor itt a középső részen jól betálunk, és itt akkor már meg is tudjuk közelíteni a fővárosukat. Közben itt már elkezdem kiépíteni a kikötőket. És azért figyeljünk arra is, hogy a diplomáciai kapcsolatunk ne legyen rossz ugye a környező országokkal. Britekkel, Szovjetunióval, még mindenkivel jó. Na, és végre függetlenedtek itt az országok, úgyhogy ezeket nagyon gyorsan le fogjuk támadni, amint ez lehetséges lesz. Majd most visszatámadtak egy kicsit, de ez most nem lesz baj. Megpróbáljuk bevenni a fővárost. Vannak azért egy ilyen pár ezer fős városok, de azért így is megnő a népességünk, hiszen ez azért egész sok terület. Na, akkor itt már csak képítem a kikötőket, és akkor egyelőre ez a hely most megvan. Itt a Észak-Amerikában most nem hódítom többet egy ideig. Most Dél-Amerikában egy kicsit várjunk, és akkor most itt a török területeket szerezzük meg, hiszen ezek azért eléggé jól jönnének számunkra. És akkor egy Görögországból külön küldök egy csapatot, amivel egyből Isztambul ellen fogunk támadást indítani. Ez itt mehet is a tengerre, és akkor ez így jó lesz. Közben fejlesztem Budapesten a gazdaságot, hogy jó fővárosunk legyen. Itt egy jó várat, és akkor itt szeretném, hogy sok ember legyen, ugye? Úgyhogy nagyon jó farmot építünk ide. Négyes szintű farma szerintem egy jó. Na, és akkor így. Akkor asszimiláljuk ezeket a területeket, és akkor utána viszont már indíthatjuk a támadást. És most már Franciaországnál erősebbek vagyunk. Nekik a népességük magas, ugyanakkor gazdaságilag sokkal erősebbek vagyunk náluk. Na, és akkor meg is indítom, itt már mehetnek is Isztambul ellen. Itt egyelőre várakozzunk egy kicsit, de azért úgy látom, hogy ennek az országnak azért egy kis serege van. Így megpróbálunk előre törni.
küldünk egy csapatot Ankara ellen, és küldünk egy csapatot Isztambul ellen. És ide is küldünk egy sereget, hogy ugye tudjuk, hogyha onnan jönnének katonák. Aha, ott vannak sokan. Úgyhogy itt támadunk egyet, és itt is. És közben itt a part mentén is haladjunk. Legyen erősítésünk. Na, ott sikeresen partra szálltunk. Ez most itt elég jó. És akkor itt azonnali toborzással már indítjuk is a támadást. És közben itt is nyomuljunk előre. Meg egyenlőre jöjjenek ők is a tengerre, és akkor majd még meglátjuk, hogy hol lesz szükség erősítésre. Na, ezt bevesszük. És akkor így egyenlőre. Most már majdnem be vannak szorítva. Így szépen lassan előre nyomulunk, és akkor egyszerre támadunk az összes katonánkkal. És az első csapatok már elindulhatnak a fővárosuk ellen. Na hát, itt ez a miénk, és akkor már a főváros konkrétan csata nélkül megszereztük. Úgyhogy ez eléggé jó nekünk. És akkor így szép lassan több helyen is bekerítjük őket. És akkor már csak néhány támadást indítunk, és akkor ez meg is van. Na, akkor ezt el is foglaljuk egyből. Konkrétan még egy kis területet Szíriából is elvettünk. Ez egy elég nagy város amúgy Szírián belül, az Aleppo. Úgyhogy ezzel mindenféleképpen jól jártunk, és akkor még itt el tudjuk foglalni, mert Törökország függetlenedett. Lényegében itt nem tudták megtartani Törökországot a szövetségesek, meg a szovjetek, ők egy kicsit. Tehát náluk nincs is ekkora elfoglalt terület, ők azért elég kis részt foglaltak el. És akkor nagyon gyorsan asszimiláljuk ezeket a területeket, hogy ne legyen forradalom. Mert nem szeretném, hogyha itt lennének függetlenedések. Na hát itt én nagyon jól állok most Európában, hiszen itt tök sok olyan ország van, akikre konkrétan szövetségről is tudnánk lépni. Úgyhogy ez elég jó számunkra. Na hát, és akkor itt indíthatjuk is a támadást, amint az az 1200 fő odaérkezik a határhoz, és akkor szerintem indíthatjuk. A fővárost azt nagyon gyorsan bevesszük. Éppen hogy amúgy bevettük. És akkor már készüljünk is itt föl Törökország lerohanására. Na akkor itt még építünk várakat, meg őrtornyokat, és akkor egy kis idő múlva már indíthatjuk is a támadást. És akkor ez már a miénk. És akkor Isztambult azért erősítsük meg. Mindenképpen legyen egy jó, nagyon város, ugye, hiszen még itt nem vagyunk összekötve, hiszen a Szovjetunió ugye az itt van. De nem baj. És akkor most meg is indíthatjuk a támadást Törökország ellen. Be is jutunk néhány helyen ugye az ellenség védelmi vonala mögé. Na, ott egy nagy ellenállás, de azért annyira nagy gondot nem jelentenek számunkra. Itt szép lassan betámadunk, és meg is közelítjük a fővárosukat.
ugye azt áthelyezték a Ankarából ide, miután azt ugye elvesztették így. Na de ezek a területek már mind a kezünkön lesznek, és akkor el is vesszük őket. Na hát így gyorsan terjeszkedünk, és akkor itt kiépítem gyorsan a kikötőket is, egy újabb várvonalat kell ugye építenünk. Na hát ez így nagyon jó. Na most népesség ügyileg már 7 millióan vagyunk. Egyesült Királyságban laknak 10 millióan, pedig neki kétszer annyi tartományuk van. Ugye sok afrikai területük van, és ugye az annyit nem ad. Igazából már minden az uralmuk alatt van itt Afrikában. Titönt el tudnák foglalni, az Belgium, meg ugye a portugál gyarmatok, meg ugye itt Libériát, és igazából ennyi, meg Spanyolországot, mert már minden Franciaország, meg az Egyesült Királyság kezén van. És most annyian sajnos nem is lázadnak ellenük. Itt úgy látom Európában sikeresen leverték a lázadásokat ellenük. Úgyhogy azért támogassuk az európai lázadókat, hiszen az mindenképpen jól jönne nál. Na, Dán terület szerintem, de lehet egy harmadik birodalmas lázadók is vannak ott. De a lényeg az, hogy itt tovább nyomolunk, ugye, kelet felé. És akkor itt úgy látszik, hogy lesz egy elég nagy határunk a Szovjetunióval. Úgyhogy majd azért figyelni kell most már még jobban, hogy milyen a kapcsolatunk vele. Hiszen így már kb. Minden oldalról le tud minket győzni. Török területeknek talán még kaukázusi területek is vannak itt. Meg talán, hogy főleg már Irán területére is bejutunk. És talán lesz területünk a Kaszpi-tengernél is, ami azért már egy elég nagy dolog. Akkor most küldeni kell ide erősítést, mert innen elég sok katona jön. Úgyhogy erre oda kell figyelni. És akkor szép lassan bemegyünk, valószínűleg ezek voltak az utolsó csapataik. És akkor szépen itt bevesszük a nagyvárosokat is, főleg a Kaszpi-tenger részén. Na hát így, meg is vagyunk. Jó, ezt mind elvesszük. És akkor itt van Irakból 4 tartományából, igazából egyet tudnak elvenni. És akkor még ezt a Gallien tartományt esetleg elvetjük, de egyelőre most várjunk. És inkább asszimoláljuk ezeket a területeket, mielőtt ugye itt baj lenne. Mindjárt meg is nézem a nyugtalanság térképet, hogy hol van esély lázadásra. Na itt sehol, 0%. Úgyhogy egyelőre jól állunk. Hát Franciaországnál itt hatalmas a lázadás, úgyhogy ez elég durva. Úgy látom, hogy Finnországban sikerült partra szállniuk. De hát ez már eléggé nagy háború, hiszen már 99.000-es veszteség van, és 11 éve tart, sőt már 11,5 éve tart az háború, és itt is kitört egy forradalom, meg itt is. Hát ez hamarosan a brit birodalom bukásához fog vezetni. Aminek hát nyilván örülünk, hiszen sok területet tudunk azzal szerezni. Főleg ott ugye Afrikában, meg ugye hát nyilván Nyugat-Európában is jó lenne. Mondjuk ott főleg Franciaországtól. De úgy látom, hogy szép lassan itt leszedik ezeket a lázadásokat.
de egyre kevesebb a katonájuk. Mert eddig például itt volt egy ilyen 30 ezer fős sereg, meg ilyenek. Úgyhogy most azért ott eléggé meggyengültek. És azt hiszem, hogy ez meg itt a Brit India már. Úgyhogy azért már egész messzire eljutottunk. És akkor itt kiépítjük a kikötőket, hogy ugye hozzáférhessünk a Kaszpi-tengerhez. Közben meg már készülődjünk Irak megtámadására. Na így. Jó, és akkor ezt el is veszük, és akkor mindjében Irakból már ennyi maradt. Van náluk 2000 lakó. Iránban azért még itt egy nagy városuk van. Ugyan 40 000 főjük van nekik, úgyhogy ők azért még egész jól jártak. Mi akkor a briteknél van ugye az iráni főváros, ugye a Teherán. Na hát most szerintem, ahol hódítani érdemes, az Dél-Amerika. Mert most ezzel a két kanadai szigetre nem sokra megyünk. És annyira is éri meg a kockázatot. Itt viszont vannak már amerikai csapatok, de szerintem nincsenek, nem fognak megtámadni minket, az is biztos. Vagyis remélem. Azért annyira nincsenek, hogy lerohanhassák, azok akkor már nyilván ilyen 5000-en meg mennyien lennének. Úgyhogy nem ilyen kis szedett-vedett hadsereggel támadnának meg, mint ugye ők nagy hatalom, tehát ők akkor ugye nagy sereggel támadnának, hát ez több mint valószínű. De azért figyeljük oda, meg közben itt már a ibériai felszigetet egyesítenünk kéne, mert az azért eléggé jól jönne. Szóval kik, akik ilyen nagy ellenségek, most Amerika kevésbé, hát ilyen Ligéria, Brazília, meg ugye a lázadók, ugye a Franciaország, meg ugye a britek területén. Olyan igazi nagy ellenségünk nincsen, aki veszélyt is jelentene ránk. Olyan, a Szovjetunióban most mi történt? Valamiért nagyon rosszban lettünk velük. Úgyhogy mindenképpen itt nézzük a területeiket, mielőtt még megtámadnának minket. Az előbb pedig tök jóban voltunk velük. Úgyhogy nagyon, de nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy megtámad-e minket. Mert itt akkor indítunk támadásokat, még itt várjunk. Úgyhogy ott nyerjünk ezt a területet, és akkor most itt megindíthatjuk a támadást. Meg ugye még itt is. Hát ott vannak nagy portugál csapatok, de azért mi mégiscsak remélem, hogy többen vagyunk. Hát közben itt támadjunk a part mentén. És valahogy be kéne venni Lisszabont, meg ugye itt a portugál nagyvárosokat part mentén, és akkor a gazdaságuk tönkre megy. Közben meg ugye itt képezzük az erősítést. És akkor megpróbáljuk befoglalni Lisszabont. És ezzel már lényegében a háborút is megnyertük. Most már csak itt oda kéne figyelni a tengerpartra. És azonnali, hát itt azért menjenek gyorsan ki. Ugye, és akkor talán
úgy, mert itt most jönnek, hogy ezekről a szigetekről is ellenségek. Úgyhogy gyorsan vegyük be ezt a pár szigetet, meg akkor a Kanári-szigetről indítsunk egy támadást. Ugye ez ellen a sziget ellen. Jó, itt összecsaptunk velük, és akkor már ez majdnem a miénk. És akkor meg is indulhatunk itt az afrikai gyarmataik ellen. Akkor jó lenne itt megnyerni, hogy azt a szigetet ugye sikeresen kéne megostromolni. Közben építsük ki a kikötőket, hogy majd utána egyből, amikor képezünk erősítést, hogyha már ezeken a területeken, akkor gyorsan építhassuk őket háborúba. Hiszen ez eléggé népes terület, és itt könnyen lehet hatalmas hadseregeket kiépíteni. Akkor még ezeket a területeket is, és akkor most már erősebbek vagyunk a briteknél is. Már csak a Szovjetunió erősebb nálunk, és vele most megint jóban vagyunk. Franciaország viszont mindjárt háborúba kerül vele. A Szovjetunió már őket nem igazán. Szóval most már nincsenek itt ilyen nagy seregei a Szovjetuniónak, úgyhogy nem fog minket megtámadni. Na, és akkor Amerika se. És itt innen még el is tüntetett pár katonát, mert háborúba került a britekkel. Ezt nem tudom, hogy meg fogja-e nyerni, de lehet, hogy Franciaország is be fog csatlakozni. Ő is azért eléggé utálja Amerikát. Hogyha nagyon győzés állnak a szövetségesek, akkor én beállok melléjük, hogy mi is hozzájuthassunk néhány területhez ott. Szóval azok eléggé jól jönnek nekünk most. Már elkezdtük Afrikánál a gyarmatokat megszerezni. Úgyhogy szép lassan megyünk itt tovább. Jó, az a sziget is megvan. Akkor már teljes mértékben mehetünk ezek ellen, a szigetek ellen. Őket meg már alapból elküldöm ide. És akkor így nagyon sok afrikai gyarmatra teszünk szert. És látszik, hogy a britek most már nagy csapatokkal mennek oda Amerikához. Szóval egyenlőre még a britek állnak veszélyesre, és elég nagy a veszteség itt. Hát itt kétszer adni volt, hogy nem itt Amerikának. Közben próbáljuk meg jobban maradni a Amerikával, hiszen hogyha letámad minket, az nem túl jó. És azért azt se szeretném, hogy Franciaországnál erősebb legyen. Mert ez alatt a háború alatt meg is tud gyengülni, de meg is tud erősödni. Szóval ez a sereg már ne oda menjen, hanem ők ide fognak jönni. Jó, és akkor hát úgy tűnik mégse sikerült, de ez most már nem akkora baj. Majd még be fogjuk venni. Küldök is erősítést, szerintem. Közben Portugália megpróbált egyet támadni. Még szerencséje, hogy pont Lisszabont akarta, ami ugye védett, hiszen ott voltak a katonáim. De ez így most eléggé jó számunkra. Szóval ide kiküldök egy sereget, és ők meg mehetnek ezt a területet bevenni. Na hát itt megyünk szépen lassan. Lényegében az már Nyugat-Kelet-Afrika. Dél-Kelet-Afrika kb. Szóval. És már lassan itt egész sok területünk lesz. Úgyhogy egyre erősebbek vagyunk. És már első, legerősebb ország vagyunk. Hát
hát ez egy eléggé jó háború volt, nagyon sokat erősödtünk rajta. És hát a Portugáliának ez az egy szigete maradt, azt hiszem. Sőt, nem, három van. Még van neki Ázsiában területe. Kettő darabjának. Azt most nem fogjuk elfoglalni, az egyenlőre maradjon az övék. Viszont ezt a szigetet itt el szeretném, mert az eléggé jól jönne számunkra. Na, meg is van. Én nem mindent elveszek, ami... Úgyhogy és el is lehet, úgyhogy jól jártunk. Itt nagyon gyorsan építek várakat, és nagyon gyorsan asszimilálni kell ezeket a területeket, mert ugye ez nagy terület, és elég sok lázadás törhet ki itt. Mindkét oldal, ugye itt az Egyesült Királyságnál, meg ugye a Amerikánál mindenki tőlem akar katonai átjárást. Amerikának nem adok. Remélem, hogy Britannia megszállta ezt, de azt se tudta. A Szovjetunió is. Mert a Franciaország nem tudom, hogy háborúba fog-e kerülni Amerikával, de előbb-utóbb biztosan. Jó, Libéria ad a tüzet nekünk, de őket már csak a következő részben fogom legyőzni. Ha tetszett ez a videó, akkor varázsoljátok kékkel a like gombot, és ha nem szeretnétek lemaradni a folytatásról, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!